Sziasztok! Ma gyökvonásos feladatokkal fogunk tovább menni. Nézzük gyorsan, hogy mit jelent maga a négyzetgyök kifejezés. Hogyha a nagyobb, mint nulla való szám, akkor gyök a jelöli azt a nem negatív való számot, aminek a négyzete a. Szóval, hogyha a gyök a Négyzetre emelem, akkor ad fogok kapni, de ha könnyen elképzelitek azt is, mondjuk, hogy négyzetgyök kettő, és ezt emelem a négyzetre, akkor kettőt fogok kapni. De ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha mondjuk negyedik gyök alatta kettőt felemelem a negyedik hatványra, akkor is kettőt fogok kapni. A lényeg, ha itt azonos van, akkor itt az alatta lévőt fogom megkapni. Ilyen egyszerű ez a szabály. De menjünk tovább a, a négyzetgyökkel még egy kicsit. Negatív számnak azért nem értelmezzük a négyzetgyökét, azért kötöttem ki, hogy a nagyobb egyenlő, mint nulla, mert nincs olyan való szám, aminek a négyzete negatív lenne, ha jobban egy kicsit belegondolunk. Ha viszont a nagyobb, mint nulla, akkor kettő olyan valószám létezik, amelynek a négyzete a lehet. Rögzítettük, ugye, hogy a gyök a jel, tehát a gyök a jel, ez pozitív értéket takar. Tehát ez mindenkor pozitív lesz. A másik szám jelölésére pedig bevezetjük a mínusz gyök a jelet használjuk. De hogy jobban el tudjuk képzelni, itt van például a 3 a négyzeten. Ugye ez lehet az is, hogy mínusz 3, ha felemelem a négyzetre, akkor ugye 9-et kapok pozitív számot, ugye, mert a páros a, a hatványkitevő. De 3 az egyenlő lehet gyök 9 és mínusz 3 az pedig nem lesz más, mint ha mínusz gyök alatt a 9, akkor is mínusz 3-at kapunk. Hiszen ha elvégezzük a gyök 9-et, akkor kapunk 3-at, és itt a gyök jel előtt van egy mínusz jel, akkor mínusz 3-at fogunk kapni. Ilyen egyszerű, és akkor ugye ezért van az, hogy ö, a A négyzet az abszolút érték A, mert lehet az A negatív is, és lehet pozitív is, ahogy az, az előző példában ezt végig vezettük. A négyzetgyöknek is vannak azonosságai, mint a hatványozásnak is, kikötések, ha AB B nagyobb egyenlő nulla, és A, B eleme az R-nek, akkor a következő minősített esetei vannak a négyzetgyökvonásnak. vonásnak. Ugyanúgy, mint a hatványozás, ugyanúgy kell elképzelni, gyök, asszor, gyök, B, egy közös kalap alá mehet az asszor. B, ugye fontos akkor, hogyha azonos a, a, a gyök kitevő. Aztán négyzetgyök A per négyzetgyök B, azonos a gyök kitevő közös gyök alá lehet vonni a törtet, természetesen érdemes kikötni, ugye, B nem lehet nulla, mert nullával nem osztunk. Harmadik esete pedig, amikor négyzetgyök A van, és azt felemelem a valahányadik hatványára, akkor bizony meg lehet azt oldani, hogy a hatvány kitevőt, azt szépen beviszem a gyökjel alá, mindenféle retorzió nélkül. Ugye, N, ugye eleme az ének, tehát egész szám, és ha en mondjuk nulla lenne, a nem egyenlő nulla, akkor ugye ez A ah, nem lehet nulla, mivel nulla a nulladikont nem értelmezzük, ez csak egy ilyen ö, kitekintés volt. Akkor ugye ez volt a gyökvonás, azonossága, semmi ö, különbség nincs különben a gyökvonás azonosságai között. Pontosít itt megjegyezni, hogy AB eleme R, ugye páros N esetében AB nagyobb ö, egyenlő nulla feltétel ö, szükséges páratlan gyökkivetevő esetén pedig negatív számnak is van gyöke, szóval ha a páratlan itt a gyökkitevő mondjuk 3, 5, 7 és a többi, akkor bizony negatív számnak is lehet gyöke, ezért kötöttük ki ugye az előző diában, hogy a négyzetgyöknek csak is pozitív gyöke lehet, hiszen negatív számnak nem értelmezzük a négyzetgyökét, mert nincs olyan valós szám, ugye. Azonossága következő, ennedik gyök alatt a szor ennedik gyök alatt b, mivel azonos a gyök kitevő egy kalap alá vonjuk, az a szor t egy közös gyök alá tesszük, ugyanígy járunk el tört esetén is, aztán, hogyha ennedik gyök alatt a van, és azt felemelem valahanyadik hatványra, akkor, ahogy érvényesült a négyzetgyökösnél is, ezt a kitevőt egyszerűen beviszem a, a gyökjel alá. Ha pedig gyökös, gyök, gyök, alatt, gyök, alatt, gyök alatt gyök van, akkor egyszerűen összeszorzom a két gyök kitevőt, és egy gyök alá vonom a számot erre, majd nézzünk konkrét példákat is. Racionális kitevőjű nyal is fogunk egy kicsit foglalkozni. Ugye A eleme R-nek, A nagyobb mint 0, a P és a Q hatvány kitevő eleme az ének, e Q nagyobb mint egy. ugye muszáj is, hogy nagyobb legyen. Szóval A a P per Q adikon az egyenlő lesz, Q-adik gyök alatt az A a P-ediken, azaz olyan pozitív valós számot akar ez, aminek a Q-adik hatványa A a P-ediken. Szóval, hogyha találkozunk ilyennel, mondjuk, hogy 3 a 3-2-en, és ezt én még fel akarom emelni, és ez van még a négyzeten, akkor hogy fogunk ezzel eljárni? Ugye ez nem lesz más, mint három. 3 2 egyszer 2, ugye 2 x 3 az 6 2, vagyis 3 a harmadikon az 27. Ugye így is eljárhatunk. De erre a kérdésre a négyzetgyök definíciója szerint is válaszolhatunk, amit most itt vettünk az előbb. Ugye el, el lehet járni így is. De ugye van nekünk ez a példánk, hogy 3 a 3, 2 és ez a négyzeten. Ha a négyzetők definíciója szerint járunk el, ami itt található, ez egyszerűen fel lehet úgy írni négyzetes alakban is, hogy ez a kettes hányados, van a nevező, ez kimegy a gyök kitevőbe, tehát ez lesz a négyzetgyök, marad ugye az alap a három, és a három lesz a harmadik hatványom, és ugye most már itt ö, ö, kijutottunk a burokból, és ez van a másodikon. Szóval ilyen egyszerű, ha ezt is elvégezzük, mivel látjuk azt, hogy négyzet négyzet, ahogy az előző definícióban is kikötöttük, akkor ez nem lesz más, mint 3 a harmadikon, hiszen azonos a gyökkitevő és a hatvány is azonos, amelyre emeljük, ezért itt az alatta lévő részt fogjuk megkapni, ez is 3 a harmadikon lesz, azaz. 27. Szóval, hogyha olyan feladat van, hogy mondjuk vegyünk még egy példát, hogy tisztában lássunk, hogy mondjuk van a, az öt, a, mondjuk legyen 5 az egy harmadikon, akkor ezt felírhatjuk úgy is gyök kitevősen, hogy a 3, ugye az alsó, ha így könnyebb, így meg lehet, ez lesz a gyök az ötös marad, és ez lesz itt a felső érték, a számlálóban lévő rész, ez megy ide. És ez tulajdonképpen nem lesz más, mint három, a harmadik gyök alatt az öt. Ilyen egyszerűen lehet eljárni, hogyha a gyökös kitevő, gyökbe kell átírni a hatvány kitevőt. Menjünk tovább most már a konkrét feladatokra. Tipikus példa, amelyik nagyobb, melyik nagyobb a, negyedik gyök alatt a kettő, vagy az ötödik gyök alatt a három. Hát látjuk, hogy most nagyon az azonosság közül nem nagyon tudunk mit alkalmazni, hogy egy közös gyök alá vonjuk, hiszen a gyök kitevők nem azonosak. Hát pofon egyszerű, alakítjuk azonos kitevőjű gyököket. Olyan ez, mint a törtek összeadása közös nevezőt nézünk, megnézzük, hogy a négynek és az ötnek mi a közös nevezője, közös gyöke. Hát természetesen a 20, ezért én még így írom le, ugye egy gyök alá fogjuk őket vinni, ugye 4x5, ez lesz a közös kitevő, akkor mi lesz a kettőből? 20, ugye? 20 a közös gyök kitevő, 20-ban a 4 meg van 5-ször, ezért a 2 az 5 hatványra kerül. Azaz, ebből az lett, hogy 20 a 2 5-en. Vagyis, ezt kiszámoljuk még, ebből lesz. 20. gyök alatt a 32. Nézzük meg, hogy közös gyökkitevőre visszük az 5. gyök alatt a 3-ot, ugye még mindig a közös gyökkitevő a 4 x azaz a 20, 20-ban az 5 megvan 4 szer ezért a 3 a negyedik hatványra fog kerülni. Tehát 20. gyök alatt a 3 a negyediken, azaz 20. Gyök alatt a 81. Innentől kezdve már, tő, már könnyen el fogjuk dönteni, mivel a 32 az lényegesen kisebb, mint a 81, ezért az ötödik gyök alatt a 3 lesz a nagyobb. Szóval ez lesz a nagyobb. Menjünk tovább, hasonlóan járunk el a következőnél is. Különbözőek a gyökkitevők, nagyon nem tudjuk így összehasonlítani, közös gyökkitevőt fogunk keresni. De még mielőtt nekiállnánk, érdemes ezt a számokat printényező szorzatokra bontani a 120 és az 1800-at, mert ez egy irdatlan nagy mennyiségű számot fog eredményezni, ha én most egy közös gyökkitevőt fogok keresni. Maradjunk abba, hogy először Harmadik gyök alatt a 120-at. Én a 120-at felbontom print tényezős alakra. Ha én felbontom, akkor ebből lesz kettő a harmadikon szor 3 szor, 5 Ugye ez fog kitenni a 120-at. Az 1800-al is hasonlóan fogok eljárni. Ebből is lesz kettő a harmadikon szor 3 a négyzeten, és. 5 a másodikon, így van. És most fogom én, hogy jobban lássátok, közös gyökkitevőre emelni ezt a két gyökös kifejezést. A közös nevező úgymond a 15 lesz, ugye a 3 x 5. És akkor ugyanúgy járok el, 15-ben a 3 megvan 5-ször, ugye? Ö, és háromszor öt az 15. Tehát a kettő már a 15. hatványra kerül. 15-ben a három megvan ötször, ezért a három itt az ötödik hatványra kerül. 15-ben a három megvan ötször, az öt itt az ötödik hatványra kerül. Ugyanígy járunk el a ennél is, ugye ez is a háromszor ötödiken hatványomban. 15-ben az öt megvan háromszor, 3x3 az 9, ez 2 a 9-en lesz. 15-ben az 5 megvan, 3x2x3 az 6, tehát a 3 a 6-os hatványra kerül, és az 5 pedig a 2x3 az 6-os hatványra fog kerülni. Szépen én itt most ezeknél le fogom tisztázni, hogy mi fog itt a gyökkitevő alatt maradni? Úgyhogy ha én most szépen azt fölírom, hogy 15, ugye a 15 hatványom van, ezért látom, hogy ez a kettes, kettő a 15-en, ugye felszabadul, ezért ebből lesz simán kettő. Kétszer, ugye kivittem ide, mivel 15, itt is 15 van akkor marad itt 3 az 5en szer 5 az 5en, azaz azonos a, a hatvány kitevője, és ezzel úgy járok el, hogy 3 x 5, ugye az 15, és közös hatvány kitevő marad az 5 ugye az azonosság szerint. Nézzük a következőt. Itt pedig úgy tudok eljárni, hogy 15. 2 a 9-en, szer 15 a 6-on. Ebből látszik, hogy arányaiban is látszik, hogy a bal oldali ö, lesz a nagyobb, hiszen 15 az 5-en, és ez van még a 15-dik gyök alatt, de én még megszorzom egy egész számmal, egy kettessel, akkor látszik, hogy lényegesebben ö, nagyobb lesz a bal oldali ö, kifejezés. Itt van már is a következő feladat. Rengeteg gyök alatt van kettő az öt faktoriálison, vagy a, Ezt úgy próbáltam jelezni, hogy a 27-szer ismétlődik ez a köpgyök, egészen addig, hogy 3 a 3 27-en. Melyik a nagyobb? Ilyen feladatoknál, ha ilyen rengeteg gyök alatti gyök van, akkor arra törekedjünk, hogy egy közös gyök alá fogjuk vinni az itt található számot. Ha én most ezt egy közös gyök alá viszem, azaz, akkor azt úgy fogunk eljárni, hogy kétszer, háromszor, négyszer, öt, ugye itt járunk, és ez van a kettő az öt faktoriálison. És ha mi ezt jobban megnézzük, hogy kétszer, háromszor, négyszer, öt is, képzeletben oda vigyeztük az egyet, tehát egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, öt, ez nem lesz más, mint öt faktoriális gyök alatt, a kettő az öt faktoriálison. És a gyök kitevő, kitevő azonos, a szabály szerint ebből nem lesz más, mint kettő gondolkodás nélkül le is írtuk. Ha ezt pedig egy egész közös gyök alá akarjuk vinni, ez nem lesz más, mint három a 27-en, 27-en gyök alatt lesz a három, a három 27-en. És látjuk, hogy a gyökkitevő, illetve a hatványkitevő azonos, ugyanúgy járunk el, mint a baloldali esetben, ebből is lesz egy hármas. És itt már könnyen el tudjuk dönteni, hogy melyik a nagyobb, a kettes vagy a hármas, hát persze, hogy a hármas. Szóval nem kell ilyen feladatoktól megijedni, csak a lényeg az, hogy igyekezzünk egy közös gyök alá vinni őket, és biztos, hogy ki fog alakulni egy egyszerű szám. Menjünk majd tovább. Még van itt egy melyik nagyobb kifejezés. Nézzük gyorsan ezt meg. Gyök alatt az 50-ből gyök alatt a 12 nagyobb, vagy a 20-ból gyök alatt a 96 per négyzetgyök alatt a 8. A gyökvonás azonosságait alkalmazva összehasonlító formára kell őket hozni, hogy össze tudjuk hasonlítani. Hát erre ahogy már az előző feladatokban is említettem, hogy print tényezős felosztás ö, ö, szükséges. Az 50-et osszuk fel ugye print tényezős alakjában, ne felejtsük el, ugye mindig a legkisebbtől haladunk. Ugyanígy járunk el, akkor a 12-t is felosztjuk. Így van. Akkor itt már fel tudom írni a, a bal oldalin, hogy ugye ne felejtjük el, hogy ugye ez négyzetgyök, még ha nem is írják ki. Négyzetgyök alatt van először az 50, kettő az elsőn, 5 a másodikon, ugye halványan ezt ide kiírjuk, hogy ez négyzetgyök. Ebből vonja ki a gyök 12-t. Azaz, a 12-t is felosztottuk, úgy, hogy 2 a négyzeten, szer 3 az első, ugye ez is négyzet alatt van. És látható, hogy az 5 ki tudjuk emelni, mivel a négyzeten van a gyökkitevő és négyzet, hatvány is négyzet, tehát ebből lesz az, hogy 5 ször gyök 2, mínusz, itt is a 2 kettest fogjuk kivinni, mivel a hatvány kitevő azonos a gyökkitevővel. kitevővel, a kettest kivisszük, és akkor látjuk, hogy itt van a 3. Szóval ezt így egyszerűsítettük le. Menjünk a 20 4 négyzet gyök alatt a 96 per négyzet gyök alatt a 8-ra. Ezt a feladatot úgy lehet megoldani, hogy először is ezt a példát gyöktelenítem, mivel másképpen nem fogok tudni nagyon eljárni. A gyögtelenítés pedig úgy hangzik, de majd erre a, a dia végén nézzünk feladatot, hogy mindig a nevezővel fogjuk beszorozni, ez a gyögtelenítés, Ugye beszorozzuk gyök 8 és ha elvégezzük ezt a szorzást, akkor a következőt fogjuk kapni. Most pedig látunk, látjuk itt a 768 négyzetgyűk alatt a 768-at. Ezt is fel kell osztani printényezős alakra. Ezt gyorsan meg is csináljuk. És akkor itt az lesz a végén, nem fog kiférni, hogy még maradt olyan, hogy. Itt folytatom. 3, 3 és 1. Ha én ezt összeszámolom, akkor ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ez 2 a 8-on lesz. szor 3 az első, ugye? És ez még továbbra is van. Per 8. Folytatjuk tovább a rendezgetést. Ugye a 8 is föl tudjuk bontani kettesekre, primtényezős alakra, ebből lesz 2 a harmadikon, mínusz 2 a nyolcadikon szor, 3 per 8. Megyünk szépen tovább. Mivel itt kettő a harmadikon volt, ebből ki fogok tudni hozni egy kettest, mivel ha én ezt fölbontom, ez nem lesz más, mint kettő az elsőn ször kettő a négyzeten, és mivel ez is négyzeten van, ezért húszszor kettő, ször gyök kettő, még mindig csak itt járunk, ugye kivittem egy kettest belőle, mínusz, itt is kifogok tudni vinni, mivel kettő a nyolcadikon van, ezért én ki tudok vinni kettő a negyedikent, az 16, és marad csak szépen itt gyök 3. Ugye elvégeztem itt a kettő a nyolcadikont, hogyha ezt meg, ha beírjátok a számológépbe, azt szépen elvégezhető rajta, a gyökvonases 16-ot fogunk kapni, marad a gyök 3, és még mindig vagyunk a 8-on. Na hát, akkor most ezt szépen el lehet végezni, 20 x 2 az ugye 40, Ö, akkor így van, és akkor most lehet egyszerűsíteni, 8, a 40 ez itt ad 5-öt, lesz, hogy 5 ször gyök 2, mínusz 16-tal pedig kettőször gyök 3, és azt kaptuk itt a feladat végén, hogy ez az érték, és ez az érték egy és ugyanaz, tehát melyik nagyobb kérdés azt feleljük, hogy egyformák. Itt szól a következő feladat, hatványozás és gyökvonás azonosságait felhasználva, számítsuk ki a következőket egy kis Ismétlés sohasem árt. Hát hogyan kezdünk neki az ilyen feladatoknak? Egyszerűen úgy, hogy látjuk, hogy kettes, négyes, nyolcas van benn, biztos, hogy kettesekre kell majd ezt felbontani, hogy szépen el tudjuk végezni azt a feladatot. Hagyjuk azt még, hogy kettő a mínusz negyediken szer, a négyest fel lehet bontani, ugye kettesekre, az kettő a másodikon, kettő a másodikon van. Ugye, ha a 4-est én ide fölbontom, és ez van még a negyediken, ebből lesz úgyhogy hogy 2 a negyediken, szorozva 8-al, elvégezzük itt a hatványozást, mínusz -1 egyszer, mínusz 3, az 2 a harmadikon fog adni. Itt elrendezem a dolgokat, mínusz 4, 4 az egy 2 a nulladikon lesz, azaz 1. A 8-at pedig, ugye, elfelejtettem fölbontani kettesekre, abból lesz 2 a harmadikon. És látható, hogy 2 a harmadikon per 2 a harmadikon azt eredményezi, 2 a nulladikon, ha használjuk a hatványozás azonosságait, 3-ból 3 három az 0, 2 a nulladikon pedig 1-et fog adni, mert bármelyik számnak nulladik hatványa 1. Nézzük a következő feladatot. Használjuk akkor föl most a gyökvonásnak az azonosságait. Látható, hogy mindegyik negyedik gyökön gyökkitevő mindegyik négy, szóval ezt egy gyök jel alá lehet vinni. Ez itt 15 az 5-en, ez 3 a harmadikon, ez meg 40 a másodikon. Az alsóval is ugyanúgy cselekszünk. Ez is negyedik gyök alatt van, 25 a négyzetenszer, 20 a... A köbön, és látható, hogy negyedik-negyedik hatványon van a mind a számláló, mind a nevező, ezért én most itt folytatom ezt a feladatot, ezért egy közös gyökjel alá lehet őket vinni, tehát lesz a négyes a, a gyökkitevő, és ezeket is, hogy repszámológépet most nem használunk, szépen fel lehet bontani primtényezős alakra A 15 az 5 fel lehet úgy bontani, hogy 3 x 5, ugye ez van az 5 szor 3 a harmadikon, szor a 40 et pedig fel lehet úgy bontani, hogy 2 a harmadikon szor 5, és ez van még a négyzeten, ugye? A 25-öt fel lehet úgy bontani, hogy 5 a négyzeten, és ez van még a négyzeten, tehát ebből lesz 5 a negyediken. A 20 pedig fel lehet úgy bontani, hogy 2 a másodikon szor 5, és ez van még a harmadik hatványon. Ugye még csak itt járunk. Megyünk tovább. Szépen rendezni fogjuk most a sorainkat itt a negyedik gyök alatt ha mi most szépen rendezzük, akkor azt fogjuk kapni, hogy ugye három a, azt fogjuk kapni, hogy 3 az 5-en, szer 5 az 5-en. És akkor szépen itt most a számlálóban és a nevezőben is rendezni fogom a sorsoraimat, a hasonlót a hasonlóval össze fogom adni, ahogy azt a hatványok szorzása ö, megengedi. 3 az ötödiken, 3 a harmadikomból lesz, 3 a nyolcadikon, és így fogok eljárni az összes többivel. És ezt kaptam, és innen itt már tudok egyszerűsítgetni. Azt kaptam ennek a feladat végén, hogy negyedik gyök alatt a három a nyolcadikon, és ha én ezt szépen ö, kiszámolom, akkor kilencet fogok kapni ö, eredményül. Nézzük tovább. És nem maradt hátra más, mint ugye ígértem a feladatok megoldása során, hogy a gyöktelenítést se felejtsük el nagyot. Ugye a nevezőt úgy gyöktelenítjük, hogy a törtet, alkalmasan választott egységgel fogjuk szorozni. A lényeg a lényeg, hogy mindig az ellentettjével szorozzuk meg, tehát a nevezővel. Hát hogyan gyöktelenítjük, gyöktelenítjük, mi ezt a törtet? A feladat tehát így hangzik. És ezt kell nekünk gyökteleníteni, ahogy a, a, az előző feladatban is már láttam. Hát a lényeg a lényeg, tehát, hogy az ellentettjével szorozzuk, az ellentett nevezővel, azaz gyök 2 plusz gyök 3 per gyök 2 plusz gyök 3. Így tudjuk elvégezni a gyöktelenítést, és akkor ezt szépen megoldjuk ezt a feladatot. Látható, hogy gyöktelenítés során általában mindig azonosság keletkezik. Ha ezt észreveszitek, ez az A-B szer a plusz b azonosság, ugye, a mínusz b szer a plusz b azonosság, ami azt fogja kit adni, hogy a négyzetből b négyzet. Tehát akkor végezzük el a szorzást, anélkül, hogy most itt a szám, a nevezőt nagyon külön-külön összeszoroznánk, úgyis ezt kapjuk majd eredményül, ezért jó, ha tudjátok, a, hogy ebből általában mindig ez az azonosság fog adódni. És mivel a négyzet mínusz b négyzetet fogok kapni, azaz gyök 2 a négyzeten, az 2, gyök 3 a négyzeten, az pedig 3. És ha én ezt szépen megoldom ezt a feladatot, akkor azt fogom kapni, hogy 2 plusz gyök 6, meg gyök 6 plusz 3 per mínusz 1, azaz még mindig itt 2 meg 3 az 5 plusz 2 ször gyök 6 per mínusz 1, azaz még mindig szépítem a dolgokat, mínusz 5ből kétszer gyök 6 lett az eredménye ennek a gyöktelenítésnek.